Igen, közben egy kicsit a rendőrök munkájáról is beszéljünk. Ők a területet biztosítják, és ezzel egy időben megszervezik akár az érintett útszakasznak a lezárását, illetve akár a forgalomnak az elterelését. Ez is nagyon gyakori, hogy nem lehet az utat, hiába, hogy mondjuk csak az egyik oldalt van a baleset, a műszaki mentés idejére akár az egész érintett útszakaszt le kell, hogy zárniuk, illetve folyamatosan ők is veszik fel az adatokat, hogyha olyan személy van a roncsban, aki nincs eszméleténél, akkor tudják a hozzátartozókat értesíteni. Viszont a könnyen be lehet tűnni egy ilyesmény. De például az első és a hátsó szélvédő, az vágásra szükséges. Tehát ezt vágni kell, az mindig a körmény haznak fog tűnni. Aztán látjuk most, hogy a jármű menetirány szerinti való, hogy ennek a járműnek ki kell gyulladni, az általában a motortérben végén meleg fémvannak részletben kifolyó tűkőfüldék, mert esetleg a légzsár nyílásokkor keletkező por az, amit sokan tűznek élnek. Az áramtalanítás az, ami szükséges, esetleges tűz megtörésre érdekében.